köszöntjük a kedves nézőket a budapesti Tüskecsarnokból. Az Erste Liga és egyben a magyar jégkorongbajnokság döntőjének 5. mérkőzése következik. A MAC Budapest 3-1-re vezet összesítésben a bajnoki címvédő DVTK Jegesmedvékkel szemben, és a mai estének az egyik legfontosabb kérdése, hogy lesz-e 1997 után újra fővárosi bajnok a magyar jégkorongban. Kulmala! Mindig helyzet! És ott van a gól, most a fölsőbe megy be a rövid saroknál. Rasmus Kulmala addig-addig húzogatta a korongot, amíg volt lövő helyzet. Kicsit, ahogy megszerezte a korongot, lépett egy párat, és utána nagyon okosan csinálta, mert váltogatta a lövésnek a szögét, hogy ne tudják leblokkolni, talán kétszer-háromszor is. Itt 2-3 gyors lépés, itt egy picit tolt még, és utána fellőtte, nagyon szép gól volt a Miskolc csapattól. De azért idén is bizonyította, hogy miket tud lőni, azért volt egy pár nagy gólya az idei szezonban is. Kipattanó, és ott az egyenlítés! Nincs MAC gól nélkül az első harmad, 19. percben sikerül a hazaiaknak az egyenlítés. Leppanen, sima szerelés, Mansoni. Garáthoz csorog így hátra. Garáth, kipattanó, pedig Terbolcs húzza be! És megint egy kipattanó korong, egy kósza kapura kapu felé emelt Garáth ütés, és a kipattanóból megszerzi a vezetést a MAC Budapest. Láda Balázs. Pontos Tóth Adriánnak a korong, így Cunningham gyűjti be. Nem tartják még, Tóth Adrián. Jó! Ott az egyenlítés! 2 perccel a végelőtt Berta szerez gólt, akinek volt már egy óriási helyzete az első harmadban. A 4. sor játékosa is szerezhet gólt, méghozzá miért? Milyen fontosak egy bajnoki döntőben. Benzero még a vonalbírót is megkerülte, úgy viszi el a korongot, aztán hagyja ott Brownnak. Brown szépen fordítja le a sarokba. De veszélyesen pattan is bent van, bajnok a MAC Budapest! Jesse Dudás tette kapura, pici szerencse kellett hozzá, de bement végül Ágoston mellett. Ünnepelhetnek a MAC szurkolók, akik kis túlzással a világ végére is elkísérték a csapatot. A Jégkorong magazinban is láthatták az M4 nézője, hogy az erdélyi túrán is ott voltak a MAC idei szezonjában, amely bajnoki címmel zárul. És természetesen a csapatkapitány Bozsgai Tamás érkezik majd. C betűs, hogy átvegye az Erste Liga trófeát, a 2017-18-as bajnokság megnyerésért járó trófeát, amelyet teljesen megérdemelten tehet majd a klub vitrinjébe. A tavalyi Magyar Kupa győzelmet követően a MAC Budapest tehát egy újabb felnőtt trófeát, a legértékesebb felnőtt trófeát veszi át a magyar jégkorongban. 2017-18 a szezon legjobbja az Erste Ligában és a magyar jégkorongbajnokságban a MAC Budapest együttese.